Tehát a világ, amit ahogy azt mi érzékeljük, figyelmünk kifelé halad, a külső világnak érzékel dolgok fölterül, mert a manasz a buddhi, a hankára, a figyelmünknek a deaktiválása. Tehát ez egy kulcs, és itt már csak az van, hogy ez már a nem személyes tudat az, ami marad. De ez a kulcs, tehát a deaktiválása annak, hogy a figyelmünk állandóan mindig próbál ott információt szerezni, hogy ne felejtsük el azt, hogy hol vagyunk, mi vagyunk, ki vagyunk, miért vagyunk itt, stb. Tehát a csomó információ, ami ilyen személyiségérzés és funkció hát megalkotása szempontjában fontos. És akkor következik a következik ez a gyakorlat, igen. Megpróbáljuk kiszűrni mindazt az információt, ami arról szól, mi van körülöttünk, tehát jobbra, balra, előttünk, hátul. És megpróbálunk megmaradni abban, amit nevezhetünk űrnek, súlya, abszolút tudat, bárminek nevezük, de semmi észlelhetővel nincs kötve. Igen, tehát az összes csápunkat le kell állítani, tehát a leállítás nagyon egyszerű lényegében, mert nem látjuk el energiával. Tehát az elme az aranak hamar rájön arra, hogy tényleg nem érdekel minket valami. És akkor azt mondja a gazdi, így akkor oké, akkor nincs meg pihenni. Végre pihenetek. De amíg látja azt, hogy a gazdi azért érdeklődik, hogy mi is ez, ilyen érzés, olyan érzés, most fáradt vagyunk, fáj a lábam, stb., akkor mindig szolgáltatja a megfelelő információt. És a művészet az, hogy kiiktassuk a rendszerünkből azokat az információkat, amelyek épp a mi helyzetünket határozzák meg. Tehát ez a szubjektív érzet, objektív helyzetünket. Tehát szubjektív érzem, hogy ebben a szobában vagyok veletek együtt, ugyanazt értetek valószínűleg. De ugyanakkor a tudat szempontjából ez irreleváns. Tehát a gyakorlat nagyon egyszerű, inaktiválni azt a figyelmet, ami erről mindig állandó hozza az információt, és még ha az is lenne az érzésetek, hogy na hát ez nem nagyon megy, ez másodlagos. Az elsődleges az, hogy gyakoroljuk, mert csak a gyakorlás által tudjátok, az úszőségben is van az a hasonlót a balga szüzekről, igen, akiknek a vőlegény jövetele valószínűsíthető volt, és nekik kellett a lámpát égre tartani. De a többi úgy elaludt, csak egy maradt ébren. Tehát kb. Úgy kell ehhez hozzájutnunk, hogy hát jó, annak az egynek már sikerült. De hát nem csak egy vőlegény van a világon. Tehát mindegyiknek jut. Nekünk is jut, mármint ebben a kontextusban. Tehát, hogyha elsőre nem is sikerül, elalszik a lámpa, figyelünk, elmegy. Lehet, hogy másodszorra sikerült. Lehet, hogy harmadszorra sikerült. De ha már ott van bennünk ez a hajlandóság, hogy ezt gyakoroljuk, akkor az azt jelenti, hogy a dharma vonalunkon benne van foglaltatva. Az egyik oktatói gurus részben, amikor először meglátta Nyári Kurusan ezt a diagramot, látta, hogy elvonul. És mondom, hogy hát mi a probléma? Hát ez borzasztó. Mondom, mi a borzasztó? Hát hogyha én ide akarok menni, mert én szamádit el akarom élni a szamádit. Mondom, és honnan tudod, hogy az nincs benne a te dharmákban?
De látom itt korlátokat. Vannak korlátok, de hogy a tiéd hol vannak, azt csak meglátom. Lehet, na mindegy, szóval még most is nagyon sajnálják több évvel után, de nem adta föl, tehát hála Jóistennek az a sport, és kérdezi a dolgot. Úgyhogy akkor egy nagyon rövid szünet következik.